Aha, persze, az a jó. Hát, amilyen úgy, szerintem. Sziasztok, az MXGár csatornát nézitek. Megint itt van nálunk Szőke Márk, és nem véletlenül, mert visz egy ilyen MX Track nadrágot. És megérkezett végre az egyszínű fekete karbon sisakunk, és abból is kell egy neki, hogy legyen egy tarcsi, de majd mindjárt elmondja, hogy miért tetszettek meg ezek a cuccok. Hát ugye az előzőt kipróbáltam, és az a másik szint, tök könnyű volt a sisak. Meg amit most mióta használom, és mondom, tök jó, ki lehet venni a bélést, meg ugye nagyon jó mosni, és nem szívja magát teli vízzel. Meg hát ez a karbonos, ez nekem jobban tetszik, és kell egy tartalék sisak a versenyek alatt, azért sokkal könnyebb kísérni az egész sisakot, mint ott a béléssel szívódni. Ez most ilyen sisak lett. Meg hát a gatya ugye a serkóhoz, mert azért nem baj, hogyha kék. De ez még nekem is jó lenne a Yamahához egyébként. És anyagban akkor... is elég jó. Ja, hát itt ilyen tök jó ilyen rugganyos anyag volt, tehát most már rájöttek, hogy nem, itt például nem kell, hogy kordúra legyen, mert itt ide nem fogsz elesni. Itt meg, ahol belül a kipufogónál itt ilyen erősített, meg itt is ilyen feneke is ilyen erős kordúrából van. Úgyhogy, de ott, ahol meg nem kell, mert nem sérülékeny, ott ilyen tök jó rugganyos anyag volt, ugye, amit egy pizsamagatja lenne rajta, de nekem mégis erős. Nekem tetszik ez, hogy ezt lehet állítani, mert ugye nekem szokott olyan lenni, hogy csúszik a nadrág. Ja, mind a két oldalán, látjátok. Sokat. Ő próbálta, azt mondta, tetszik, neki kell. Hát ennyi, gyertek be, ezek egyébként most érkeztek, még itt a boltba ki se raktuk őket, de hátul vannak, úgyhogy bejöttök, akkor el tudjátok vinni őket. Köszönjük, hogy megnéztetek, sziasztok!